Kedves nézők, ez itt már a háttér. Hatályba lép az új közigazgatási perrendtartás. A stúdió vendége dr. Krónesz Gábor, a Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság törvényszéki bírója. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívást. Üdvözlöm. Tehát hatályba lép ez a bizonyos, mondhatom azt, hogy KP, így rövidítve. Így rövidítjük, valóban. Az új közigazgatási perrendtartás, ez a 2017. évi első törvény, hatályba 2018. január 1-jével lép. Miért vált ilyen fontossá ez a téma egyáltalán? És hát nyilvánvalóan vannak előzményei. Milyen előzményei vannak Magyarországon? Ez mindenképpen egy fontos téma, mert a közigazgatási jogviszonyok azok teljesen átszövik a mindennapi életünket. Ha valaki családi pótlékot igényel, ha valaki építkezik, ha valaki ingatlan vásárol, ezek mind-mind közigazgatási jogviszonyok, amik végül közigazgatási bíróság elé kerülhetnek. Így volt ez korábban is, így van ez most is, tehát vannak közigazgatási perek, most azonban ezt mégis jelentős változások érintik. Közigazgatási bíróság egyébként Magyarországon 1896 óta már működött, egészen a II. Világháború utánig, aztán egy hosszú szünet következett, de a rendszerváltást követően gyakorlatilag ismét a közigazgatási határozatok teljes körűen felülvizsgálhatóak. Ami most igazából a változást jelenti, hogy nem kifejezetten a közigazgatási határozatok csak azok, amik vitathatóak lesznek a bíróság előtt, hanem úgymond a közigazgatás minden cselekménye vagy mulasztása, ami bárki számára érdeksérelmet okoz. Tehát nem kifejezetten már csak a határozatok, amik felülvizsgálhatóak. Ezek hanem azok a novumok, ezek az újdonságok, amiket, igen. Ez új változásokat a törvény? Ez a legjelentősebb változás talán, hogy hézagmentessé válik gyakorlatilag a jogvédelem. Bárki, aki sérelmet szenved, az ügyét közigazgatási bíróság elé viheti. Az új perrendtartás bevezetésével változnak-e a hatásköri illetékességi szabályok is? Igen, ez szintén egy jelentős változás. Minden megyében működnek ugye a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, és ez a továbbiakban is így marad. Azonban 8 kiemelt regionális szintű bírósághoz kerül majd az ügyek többsége, egyebek mellett a Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bírósághoz, amelynek az illetékessége Pest megye és Nógrád megye területére fog kiterjedni. És az összes többi közigazgatási és munkaügyi bíróságon pedig csak néhány ügytípus marad, így például a szociális, társadalombiztosítási ügy, gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos ügyek. Azok az ügyek, ahol legkevésbé várható el az ügyféltől, hogy az ügye miatt egy másik megyébe utazzon. A hatásköri szabályok annyiban változnak, hogy a fővárosi törvényszéken létrejön egy külön szervezeti egység, amely a fellebbezéseket fogja elbírálni országos hatáskörrel, illetőleg néhány ügyben közvetlenül a fővárosi törvényszék előtt indulhat meg majd az ügy. Ezek jellemzően kiemelt ügyek, nem feltétlenül azok, amelyek az állampolgárok széles körét érintik. Ő hogyan lehet majd pert indítani, közigazgatási pert indítani, hogyan lehet? Gyakorlatilag ez változatlan. Most is a közigazgatási szervnél kell a keresetlevelet előterjeszteni, tehát annál a közigazgatási szervnél, aki a vitatott közigazgatási határozatot hozta, vagy amelynek a cselekményét vitatja az ügyfél, és ez a közigazgatási szerv az, aki ezt majd felterjeszti a bírósághoz. A keresetlevelet elő lehet terjeszteni postai úton, elő lehet terjeszteni elektronikus úton. És mit kell tartalmaznia, hogyha már itt említette többször is a keresetlevelet? Hát természetesen nagyon kötött ez. A közigazgatási perrendtartás szerint is pontosan meg vannak határozva az alaki tartalmi kellékek, amit tartalmaznia kell a keresetnek. Hát nyilván a felek nevét, elérhetőségét, a bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelmet, hogy mit vár az ügyfél a bíróságtól, milyen döntést hoz a bíróság, illetőleg szintén nagyon fontos, hogy meg kell jelölni azt a jogsérelmet, ami miatt pert indít a fél, tehát ennek mindenképpen ki kell derülni a keresetből. De ha bármilyen hiány mutatkozik a keresetlevélben, akkor a bíróságnak alapvetően hiánypótlást kell elrendelnie, tehát még utóbb ezek a hiányok pótolhatóak. Ez a törvény, tehát akkor 2018. január 1-től hatályos, akkor már minden közigazgatási perre ezek az új szabályok vonatkoznak majd?
Nem, a most folyamatban lévő pereket továbbra is még a régi... Ez egy fontos momentum, én úgy így gondolom. Így van, így van. A régi perek még a polgári perrendtartás, a korábbi polgári perrendtartásról szóló törvény alapján fognak kifutni. Azokban az ügyekben kell az új közigazgatási perrendtartást alkalmazni, ahol az ügyfél a keresetlevelet már január 1-e után adta postára, vagy január 1-e után nyújtotta be akár a bíróságnál, közigazgatási szervnél, akár elektronikus úton. Tehát jó ideig párhuzamosságra lehet készülni a bíróságoknak is, nyilván ez nagy feladatot jelent majd, illetve az ügyfeleknek is. Ez maga ennek a törvénynek az alkalmazása, ez mekkora kihívás az önök számára? Mindenképpen nagy kihívás és szemléletbeli váltást jelent, készülünk is erre már jó ideje, és hát különösen úgy, hogy a többi eljárásjogi törvény is változik, tehát új polgári perrendtartás is hatályba lép január 1-től. Nekünk a közigazgatási perekben bizonyos részben azt is alkalmazni kell, például a tárgyalásvezetéssel, beadványokkal kapcsolatos kérdésekbe, tehát ez mindenképpen a részünkről is nagy felkészülést igény. Volt rá elég idő? Tulajdonképpen egy éve már ezek a törvények kiadásra kerültek, most lépnek hatályba, tehát ez az év azért elegedőnek mutatkozott arra, hogy felkészüljünk. És utána pedig a gyakorlat majd megmutatja, hogy... Nyilvánvaló, hogy ott derülnek ki az apró részletek. Amire itt nem tudtunk kitérni, hát nyilvánvalóan nagyon sok mindenre nem tudtunk kitérni. Azzal kapcsolatban hol tudnak az ügyfelek tájékozódni? Elsősorban a bíróság központi internetes címét tudom ajánlani a nézőknek, a www.bíróság.hu internetes címen elérhetőek rövidített tájékoztatók, gyakran ismételt kérdések, típusú kérdések, válaszok, nyomtatványok, akár keresetlevél, illetőleg beadvány nyomtatványok. Mindenképpen javasolt, hogy az ügyfelek errefele tájékozódjanak, hogyha a bírósághoz fordulnak. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok. Én is köszönöm. Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátást.